Sziasztok! Apor Kata vagyok, amatőr író. Nagyon sokszor az a gond az írókkal, főleg az amatőr írókkal, hogy nem talál fórumot, ahol megmutathatja magát. Én is sokszor kerestem sokat, hová írhatnám a mesémet. Az interneten bóklászva megtaláltam a Mesketét. Először gondoltam, hogy jó, hát feltöltök egy mesét, aztán meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Feltöltöttem a mesémet, és úgy higgyétek el, hogy másnap 200-an olvasták. Ez valami csodálatos, fantasztikus érzés. Az embernek ad egy új löketet, egy olyan gondolatot, hogy nekem írnom kell. Hát erre van rá vevő, hát a gyerekek biztosan élvezik, írtam még egy mesét. Úgy higgyétek el, hogy másnapra nem hazudok. 400-an olvasták. Hát szerintem a meskete ez fantasztikus. Azóta is töltök fel meséket, sőt, hangos meséket is. Ami még jó, mert a saját hangomon a saját szereplőimet meg tudom szólaltatni, és a gyerekek ezt nagyon élvezik. Onnan tudom, hogy azt is rengetegen hallgatják. Tehát érdemes. És ez az amatőr íróknak egy olyan önbizalmat ad, ami által egyre jobb művek születnek. Én azt vettem észre magamon, hogy írok, hopp, már 47 mesén fenn van. Ez fantasztikus. Mivel papírírószer üzletem van Budapesten, két hatalmas nagy vasajtó van. Azt gondoltam, hogy a vasajtóra kiteszem a meskete meséit, hogy a közönség kézenfoghatóan, szemmel láthatóan és füllel hallhatóan tudja ezt élvezni. Én lent voltam a félszuterén üzlethelyiségben, amikor hallottam, hogy nevet a gyerek. Megáll az anyjával, elolvassa neki a mesét, és nevet. Hát az nekem feldobta a napomat. Minden másnap, maximum minden harmadnap új mesét teszek ki. Van az egyik falon, hogy napi mondók a gyerekeknek, a másik falon, hogy minden nap egy mese. Mind a kettőt olvassák, és nem csak gyerekek, felnőttek, nagyszülők. Van, amikor csak úgy kinyitják az ajtót, és azt mondják, bedugja a fejét, és azt mondja, na ez a mese nagyon jó volt. És viszontlátásra. Ez fantasztikus dolog. Úgyhogy azt gondolom, hogyha a meskete kiadja a mesekönyvét, én mindenképpen szeretném árusítani.